Azt gondoljátok, hogy ez veled, vagy veled nem történhet meg? Azt gondoljátok, hogy ez az egész James Bond harca a rendszerrel szemben? Egy megfigyelő államban élünk, ahol a magánéleted legféltettebb titkaiba is belelátnak, lehallgathatnak. Ön szerint mi az oka annak, hogy egy ilyen mértékű hallgatási botrány után is ilyen kevesen jönnek ki az utcára? Van egy tévedés, ami nagyon sokaknak a tévedése, de attól ez még tévedés, hogy ugye ezekkel a tüntetésekkel nem lehet semmit megoldani, ugye ez szokott lenni a tévedés, már pedig ez egy nagyon nagy baj, mert mindent meg lehet oldani, akkor, hogyha ezeken a tüntetésken sokan vesznek részt. Egy társadalomban vannak vörös vonalak, a kormány az elmúlt időszakban nagyon-nagyon feszegette ezeket a határokat, és most ezzel a kém-szoftver botránnyal át is lépte. Ma nem jött el a kormány többség a Nemzetbiztonsági Bizottságnak az ülésére, ezzel gyakorlatilag a felelősségét kifejezte. Magyarországon ez ilyen bevett beszédfordulat volt, hogy lehallgattak minket, tehát kvázi tudtuk, és nagyon sok ellenzéki politikus úgy beszélgettünk egymással, hogy beraktuk a mikrohullámú sütőbe a mobiltelefon, nem indítottuk el, vagy egyéb ilyen trükkökkel, mert kvázi csomóan úgy éltünk, hogy ez megvan, de hogy azért itt nem csak egy lehallgatásról van szó, hanem képek rögzítéséről is, úgyhogy én azért azt szeretném mindenkinek így üzenni innen a tüntetésről, hogy itt valami olyan történt, amire még én sem számítottam teljes mértékben. Tehát az, hogy Aszódi Attilát, a saját paksi biztosokat képrögzítésre is alkalmas technológiával nyomon követik, és ezzel bármit csinálhatnak, azért ez engem is meglepett. Fortélyos félelem igazgat itt mindenkit, ez valószínűleg így van. De nyilván őket is bosszantja, ami engem is felháborít, ez a kormányzati itt a piros, hol a piros játék. Tudod, hogy a miniszterelnök azt mondja, hogy majd a belügyminiszter válaszol, a belügyminiszter azt mondja, hogy én válaszolok, és elmegyek a bizottsághoz. Közben a miniszterelnök szól a bizottságnak, hogy oda ne menjetek ám el, hogy ne kelljen válaszolni. Hát ez nagyon igaza volt az édesapámnak, amikor mondta, hogy hát szóval ezek tényleg ugyanazok. Meddig hagyjuk, hogy ez így folyjon? Azt hiszem, hogy illúzióink abban a tekintetben nem lehetnek, hogy ők maguk levonják a következtetéseket és elvonulnak. Márpedig ennek a kormánynak mennie kell. Első kérdés az nem ez, hanem kifejezetten politikai kérdés, mert itt olyan embereket figyeltek meg ebben a botrányban, akik biztos, hogy sem nem bűnözők, sem nem veszélyesek a nemzetbiztonságra, sem pedig terrorcselekményt nem szeretnének elkövetni, hanem ellenzéki, vagy politikusok, közéleti szereplők, ügyvédek, ellenzéki újságírók. Itt pedig, ha a miniszter ezt engedélyezte, akkor ő jött vissza a hatalmával, ha nem engedélyezte, akkor meg konkrétan bűncselekmény történt. Én azt gondolom, hogy ennek ez a lényege, és ezt érdemes feltárni. Számon tarthatják, mit telefonoztam. Miért, kinek? Aktákba írhatják, amiről álmodoztam, s azt is kiérti meg. És nem sejthetem, mikor lesz elég ok előkotorni a kartotékokat, amely jogom sérti meg. Majd 8 évtizeddel ezelőtt József Attila írta le ezeket a szavakat. Úgy néz ki, hogy a történelmünk ismétli önmagát. Ki gondolta volna 2021-ben, az Európai Unióban, hogy ilyen előfordulhat? Pedig előfordul. Több szinten jeleztük, biztos, hogy lesz meghallgatás majd a szakbizottsági szinten is, de a célunk az, hogy erről plenáris vita is alapvetően egy ugyanilyen állásfoglalás készüljön felszólítva a bizottságot arra, hogy itt kell egy közös fellépés. Jelenleg semmilyen szinten nincsenek harmonizálva a titkosszolgálatokkal kapcsolatos törvény, ez tagállami kompetencia. De itt nem is erről van szó, hogy alapvetően egy jogállami, emberi jogi kérdés, azaz benne van az alapszerződésben, tehát nekünk ezzel igenis dolgunk van, mert ha bármelyik tagállamban az állampolgárok ellen árthatlan állampolgárok,
polgárok ellen használnak fel olyan eszközöket, amit alapvetően bűnöldözésre találtak ki, ott alapvető emberi jogok és a magánélethez való jogcsorból, és ez egy európai jog, európai érték, úgyhogy mindenképpen szeptemberben, amikor újraindul és újra elindul a parlamenti munka, akkor a Pegazus botrány az asztalon lesz. Stummer János ma a bojkotált bizottsági ülés után bejelentett, hogy tényfeltáró munkacsoportot fognak létrehozni. A Jobbik nem fél attól, hogy Stummer János úgy fog járni, mint Demeter Márta, hogy majd arra fognak hivatkozni, hogy nemzetbiztonsági titkokat szivárogtatott ki és bíróságra récitálják? A Jobbikról tudni kell, hogy azért viszonylag régen vagyunk a csatatéren, Stummer János barátom és én is. Hát azért jó két évtizedes távlatban vagyunk a nemzeti oldalon, illetve az idézőjeles politikai porondon. Nem hiszem, hogy nekünk bármitől meg kellene ijednünk. Nyilvánvaló módon, ha változást akarunk Magyarországon, akkor az csak határozott, markáns eszközökkel megy. Tilitolival és irodában üldögéléssel egészen biztosan nem. Ez a témát nem csak lehet, hanem kell is tematizálni. Ez egy hatalmas botrány, miközben, ahogy a beszédemben is elmondtam, nagyon sokan nem érzik annyira közel magukénak, mert azt gondolják, hogy ilyen csak egy politikussal történik meg, miközben a listát látva azért azon vannak hozzátartozók is, bárkivel megtörténhet, és nekünk erre fel kell hívni a figyelmet. Ráadásul számunkra egyáltalán nem kielégítő Momentum számára az nem válasz, hogy hát megpróbáltuk összehívni a Nemzetbiztonsági Bizottságot, majd lehet, hogy megpróbáljuk még egyszer szeptemberben. Nem, mi annyiszor jövünk az utcára, és addig fogjuk ezt az ügyet a felszínen tartani, amíg nem kapunk valós válaszokat, nem lesz rendes kivizsgálás, és nem tudunk egy olyan irányba elindulni, hogy ilyen ne történhessen meg.